Köszönöm szépen, tisztelt rektor úr, tisztelt dékán úr, a kedves hallgatóság! Előadásom címének, egy pillanat, csak vissza kell ide váltanom. A biomassa hulladékoktól az egyszerekig címet adtam, ugyanis elmúlt 10 évben abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a kémia igen tág és egymástól igen távol eső területeit összekapcsolva sikerült vizsgálnom. És ahogy rektor úr a bevezetőjében mondta, valóban egy picit a hobbi és a munka, nem is kicsit, a hobbi és a munka az így egybeesett, és igazán örömteli munkával teltek az elmúlt évek. Hát először egy kicsit rendhagyó bevezetővel hadd kezdjek, minden ilyen tudományos előadásnál retteket a közönség, hogy az előadó történelemmel kezd, hát ez most is így lesz. És érdemes egy rövid áttekintést adni arról, hogy a kémiának milyen szerepe volt az emberiség történetében és szolgálatában. Hát az őskorban ugye a kémia arról szólt, hogy az ősember elkezdte használni a biomasszát és megismerni az alapvető jelenségeket, és ugye a kémiával kapcsolatos hibák ekkor ott következtettek be, hogyha valamelyik csoportosulásnál valaki hagyta kialudni a tüzet. Aztán az ókorban megismerte az emberiség a különböző alapeljárásokat, amelyeket napjainkban is használnak, és itt is biomassa alapon állítottak elő például olyan élvezeti cikkeket, mint a bor, a pezsgő vagy a sörnek a elődei. Aztán középkorban biztos nagyon jó lehetett kémikusnak lenni, mert akkor igazából az alkimistáknak nevezett kémikusok valóban a hobbiuknak kódolhattak és büntetlenül csinálhattak mindenféle kísérleteket. Ennek az eredménye aztán számtalan elem, új vegyület, alapművelet felfedezéséhez vezetett, és mindenképp ki kell hangsúlyozni ilyenkor a kémiai jelöléseknek a kidolgozását. Aztán gyorsuló világunkban az ipari forradalommal a kémia eszközzé kezdett válni, az új vegyületek és eljárások már az emberiség egyre fokozódó rohamos fejlődését hivatkozott, és ekkor már fosszilis eredetű kőszén alapon. És eljutottunk a modern korba, ahol gyakorlatilag a fejlődő, prosperáló civilizációnk kőolaj alapon működik, és úgy állítja elő a vegyipar mindennapi használati cikkeinket, javainkat, hogy arról praktikusan tudomást sem veszünk. És hogyha mindezt annak tükrében nézzük meg, hogy a népesség hogy növekedett ebben az időintervallumban, akkor azt látjuk, hogy a 19. századig egy igen lassú folyamat, majd utána egy mindenki által jól ismert drámai növekedés következett be. Na most miért is kezdtem így, hogy a kémia az emberiség szolgálatában? Hát, hogy a kémia nem csak az emberiség, hanem a pályaválasztás szolgálatába is állt, és középiskolai tanulmányaim végén feltettem magamnak a kérdést, hogy hát orvos vagy mérnök, melyik lenne a megfelelő továbbtanulás, és 1994-ben még nem ilyen digitálisan kellett jelentkezni a felsőoktatásba, hanem papír alapon és anyukának és apukának alá kellett írni, hogy támogatja a gyermek továbbtanulását. És hát ekkor kaptam azt a megjegyzést, hogy hát igen, az orvos az egy nagyon szép hivatás, az orvosi szakma, de hát ilyen empátia készséggel maximum a patológián lesz karriered. Úgyhogy a közös metszet mindkettőben a kémia, tehát itt a mérnök és a kémia kombinációját kellett alkalmaznom, ami ugye a vegyészmérnökség. És itt jött életemben először az a hát negatív esemény, amit ugye publikációban rejectnek hívnak, hogy 1994-ben nem nyertem felvételt a műszaki egyetemre, mert igen-igen sok időt töltöttem a teniszpályán, és ez elvette a kémiától az időt. Aztán 95-ben egy sikeres felvételi után már a Veszprémi Egyetemen folytattam a tanulmányaimat, ahol 2000-ben végeztem, majd 2001-ben egy véletlen folytán találkoztam a 2 évvel ezelőtti előadónkkal, Horváth István professzor úrral az ELTÉ-n, akinek csatlakoztam a kutatócsoportjához, és egészen 2012-ig, közben a témavezetésével PhD fokozatot szerezve, 2012-ig az ELTE Kémia Intézetében dolgoztam. És 2012-ben Mizsei Péter professzor úrtól kaptam egy meghívást a kémia és környezeti folyamat mérnöki tanszékre, amelyet nagy megtiszteltetésnek éreztem és örömmel fogadtam. Úgyhogy 1994 után keretes szerkezetben visszakanyarodtunk a Műszaki Egyetemhez. Hát a kémia az emberiség, a pályaválasztás szolgálata után nézzük, hogy a kőolaj hogy néz ki az emberiség szolgálatában. Hát mindenki tudja, hogy modern civilizáció kőolaj alapon működik, és a gázoktól a benzinen, a kerozinon, a nehéz olajokon át, amely utóbbi a konverziós eljárásaival számtalan kémiai végterméket állítunk elő,
megjelenik közöttük a hagyományos szerves oldószereknek a családja, amely számtalan területén a kémiának kulcs szerepet tölt be. És ezeknek a helyettesítése napjaink mindenki által ismert igen komoly kihívása. Na most Horváth professzor úr szárnyai alatt nevelkedve nem szakadtam el teljesen a biomassa átalakítás katalitikus aspektusaitól, és felmerült a kérdés, hogy lehet-e olyan átalakításokat végezni, ami értéktelen hulladékokból, értéknöveléssel ilyen oldószert állíthat elő, amelyet utána bevezetve egy katalitikus eljárásba, tehát itt az S1, S2, S3 reaktánsokból egy értéknövelt terméket előállítva, ugye a hagyományos és fosszilis alapú oldószerek kiváltásával egy környezetbarátabb szintézist tudunk megvalósítani. És olyan hulladékokat választottam itt a bemutatóban, amit mindenki jól ismer, mogyoróhéj, kávéz, a steafilter, amelyeknek a katalitikus átalakításával előállítható a 4 valerolakton, amely kérdés, hogy alkalmas-e biomassa alapú oldószer szerepének a betöltésére, és hát az előadásból lehet következtetni, hogy ez így van, tehát ez sikerült igazolni. Az előbbi fólián bemutatott szintézisek mellett azért a mérnöki oldalhoz tartozik az egyes termékek elválasztása és tisztítása, és itt 2014 óta a folyamatmérnöki tanszéken egy új területet sikerült újraéleszteni, ami a fázis egyensúlyok vizsgálatára irányul, és az alábbi ábrák mindenféle részletét mellőzve annyit érdemes rajtuk megjegyezni, hogy a fekete pontokkal mért kísérleti adatok, a rájuk illesztett görbék pedig modellezett adatokat mutatnak be, és ezeknek a modelleknek a segítségével lehetőség nyílik különböző eljárásoknak a folyamatszimulátorokban történő tervezésére és vizsgálatára vegyszerigény nélkül. A 4 valerolaktont több iparilag fontos kémiai átalakításban sikerült igazolnunk, mint hulladékból előállított és megfelelő eljárással tisztított oldószert. Itt emelnénk ki a hidroformilezést, amely ugye aldehidek előállítására, a fenoxikarbonilezést, amely észterek előállítására, aminokarbonilezés amidok szintézisére, és a gyógyszeriparban igen nagy jelentőséggel bíró szén-szén kötés szelektív kialakítására alkalmas Nobel-díjas Richard Heckről elnevezett Heck kapcsolási reakciót. Hát itt a pandémia során több vírusellenes szer is beszivárgott a médiába és a köztudatba, így kiemelném például a riupivirin hatóanyagot, amely az tehát écellenes hatása mellett egy antivirális hatásáról is híres, és ennek a szintézisében is szerepet játszik az előbb említett HEG kapcsolás, de ugyanígy a gyulladást csökkentő naproxen, vagy éppen egy migrén ellenes szer. Na most mindenféle részlet nélkül egy olyan három részletet szeretnék bemutatni, vagy olyan mélyebb részletek nélkül három olyan pontot, hogy egy ilyen oldószer hatást hogy vizsgálunk a laboratóriumban. Hát először választunk egy modellreakciót, ami a legegyszerűbb szubstrátumoknak a vizsgálatával indul. Nyilván része egy ilyennek egy oldószer összehasonlítás, ahol a hagyományos kőolaj alapú fosszilis oldószerek, mint például a dimetilformamid, toluol, dioxán, N-metilpirolidon vagy dimetilszulfoxid mellett megvizsgáljuk azt a jelöltet, amit biomasszából állítottunk elő, majd utána reakció kinetikai kísérleti és számításos módszerekkel összetudjuk hasonlítani ezeknek az oldószereknek a hatását a kémiai reakcióra, és itt egy aktiválási energia értéket szeretnék összehasonlításképpen bemutatni, hogy a két oldószer között praktikusan aktiválási energia különbség nincs a reakciómechanizmus szempontjából. Biomassa alapú oldószerek sorában mindenképp meg kell említeni nem csak a laktont, hanem a belőle előállítható úgynevezett szobahőmérsékletű ionos folyadékokat, amelyek nagyon alacsony gőznyomással rendelkeznek, és egy nagyon jól finom hangolható oldószerek az adott kémiai átalakítás irányába. És ebben a kontextusban megvizsgáltuk a szén-szén kettős kötés redukciójának, illetve a szén-oxigén kettős kötés redukciójának a lehetőségét, szintén így biomasszából előállított ionos folyadékban.
hasonlóképpen egy szonogasira kapcsolást, ami egy acetilén és egy jódaromás vegyület reakciójából egy funkcionalizált acetilént állít elő, vagy pedig egy Ullmann típusú kapcsolás esetében, amely szelektív szén-nitrogénkötés kialakítására alkalmas. Mind a kettő egyébként nagyon fontos gyógyszeripari és finomkémiai reakciókat képvisel, amelyben a kilogramtól a tonnáig terjedő skálán állítanak elő értéknövelt molekulákat. És végezetül szeretnék köszönetet mondani azoknak a mentoroknak, professzoroknak, támogatóknak, diákoknak, kollégáknak, ipari partnereknek, akik az elmúlt időszakban, különös tekintettel az ELTE-n és itt a Műszaki Egyetemen támogatták munkájukkal, ötleteikkel, konzultációikkal, anyagiakkal a kutatómunkát, és nem véletlenül emeltem ki Horváth István professzor urat, aki elindított a pályán és megtanította azt a rendet, amivel tulajdonképpen egyetemi tanárra tudtam válni, és köszönöm szépen a lányomnak, és ahogy a lányom mutatja önöknek a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen!